Balra, a Naprendszer regionális rádiója. És összehozzák a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel az mtv.hu archívumából. Ez itt a Parallax és Annó, az MD Media beszélgetős podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit 2005. február 25-én pénteken. Mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és mai vendégünk nem más lesz, mint Vas Gábor. Szia! Sziasztok! Hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy színész legyél? Az úgy volt, hogy már egészen kicsi gyerekkoromban eszembe se jutott, hogy színész legyek, aztán növekedni kezdtem, cseperedtem, és még mindig nem jutott eszembe, hogy színész legyek. Egészen sokáig nem jutott eszembe, hogy színész legyek, egészen pontosan nem is nekem jutott eszembe, hogy színész legyek. Ez úgy történt, hogy én falun születtem 1956-ban, mintha csak ma lett volna, úgy emlékszem, születtem falun, Kömlőn, ez egy Heves megyei kis község. Elvált szülők, fizikai dolgozók, hátrányos helyzetű gyermekek, én nevelkedtem Kömlőn 7 éves koromig, aztán egy kicsit Szolnokon, és végül Egerben fejeztem be a középiskolát. Én nagyon nagy színházba járó lehettem volna, ha az lettem volna, de nem lettem. Egészen egyszerűen 13-14 éves koromban volt egy úgynevezett Egri Heves megyei irodalmi színpad, ami akkoriban az amatőr mozgalomban egyébként legendás volt, ti erre nem emlékezhettek, mert túl fiatalok vagytok, és ott én, mint kis kamasz, vagy akkor már elég nyúlán kamasz, elkezdtem mindenféleket csinálni, meg elkezdtem megkedvelni, és akkor jött versmondás, meg mindenféle játék, és középiskola, ugye mi szegény család voltunk, akkor én szakközépiskolában kezdtem, mondván, hogy minél korábban kezdek dolgozni, minél korábban keresek pénzt, annál jobb, de közben azt mondták, hogy ez a fiú nem annyira hülye, hogy nekiálljon, és akkor marós legyen, vagy esztergályos, hanem akkor menjek át a gimnáziumba, és akkor első év után átmentem gimnáziumba, és akkor elkezdtek velem verseket mondatni, és akkor szavaló versenyeket nyertem, meg nem tudom én. De hát ez az a kamasz fejlődési szakasz, amikor az ember csinálja, amit mondanak, és fogalma sincs semmiről. És akkor kiderült, hogy engem tulajdonképpen valami ilyesfajta pályára kezdenek lögdösgetni. Egészen addig, mint 1973-ban azt mondta nekem későbbi szomszédom Jancsó Adrien a Csokonai Szavaló versenyen Debrecenben, hogy miért nem jelentkezik maga a színművészeti főiskolára? És mondtam, hogy hát nem tudom, miért nem jelentkezem én a színművészeti főiskolára. Nem tudom. És akkor ez úgy érlelődött, és akkor azt mondta a magyar tanárom, hogy ugye jön a továbbtanulás, mit csináljon az ember. Akkor be kell adni valahová, hát adjuk be egy művészeti főiskolára, majd engem megtanítanak énekelni, meg verset mondani, meg valami monológot, tehát úgy fölkészülni valamivel, és akkor másodiknak megírjuk be valami, mit tudom én, Egri Ho Chi Minh tanárképző főiskola, magyar történelem, vagy valamilyen hülyeség. Na, arra nem is került sor, mert olyan rémületes sebességgel vettek fel a színművészeti főiskolára, hogy azt se tudtam, hol vagyok. Ez szó szerint értendő tűnik, én Budapesten nem is jártam. Én nem ismertem Budapestet. Tehát 73-ban volt Petőfi Sándor szavalóverseny, amikor kerestük Petőfit, ha emlékeztek még erre, Berek Kati kereste Petőfit 1973, akkor volt ez a jubileumi Petőfi szavalóverseny. Akkor járogattam ide, tehát tudtam, hogy hol van a Honvédségnek a nyári rezidenciája, hol az zajlott, de semmit nem tudtam. Se színházakat, se a főiskolát nem tudtam, hol van. Eljöttem háromszor felvételizni, és a harmadik után volt egy eredményhirdetés, hogy kiket vesznek föl. Én ott ültem, tényleg nagyon vidéki. Ha valaki ezt tudja, hogy milyen vidékinek lenni a bennfentes budapestiek között, én nagyon az voltam. Ráadásul a felvételim is úgy zajlott, hogy az ember a harmadik felvételin bemegy az Ódri színpad sötét színpadára, ugye egy ilyen alsó folyoson kell fölmenni, lenne a sötétben ülnek a
ül a tanári kar, és onnan valaki vezényel. És akkor én bementem, és akkor azt kérdezték tőlem, hogy verssel készült, mondta egy mély hang lentről. Hát mondtam, igen. Na, és akkor én mondtam, hogy Juhász Ferenc az orvosán változott fiú kiáltozásai a titkok kapujából részletek. Édes fiát az anyja hívta messziről, köszönjük szépen! Valamit tud énekelni? Hát mondom, igen, valamit tudok énekelni, erre is emlékszem. És akkor, mi is volt ez? Ja, a Szarasztró áriája. Az íri, pár nap, ezt. Eddig jutottam, és mondták, hogy köszönjük szépen. Álltam, néztem, mint a hülye, mondták még egyszer mély hang lentről, hogy köszönjük szépen. Mondtam, jó, Halmos Sanyi bácsi elindított lefelé, mondtam, jöjjön vissza. Jézus Máriám, az ember visszamegy a sötét. Senkit nem látsz, tehát ott állsz a sötétbe, csak a hangot hallod. És akkor ilyen hosszú hajam volt, válégérő fiatal ember, tudod, lázadó, és tegye a füle mögé a haját. Igen, tessék. Köszönjük szépen. És lemegy, és ott ülsz kukán, nem tudom én, fogalmad nincs semmiről. És jött az eredményhirdetés másnap, és nekem 17:30-kor elhangzott a nevem, hogy fölvettek a főiskolára. És akkor az volt a gondom, hogy 18:02-kor indul a gyorsvonat Egerbe a keleti pályaudvarról, amit el kéne érnem gyalog, mert buszjegyre nem volt pénzem. És akkor én futottam a keleti pályaudvarig, még a Csarnok egyről ment a vonat, erre is emlékszem, utolsó, a mozgókocsi utolsó lépcsőjére föl tudtam ugrani, és tudod, mi jutott eszembe? Ennyit a fantasztikus szépségekről, és hogy lettem színész, hogy miből lesz nekem 90 forintom, annyiba került egy balettcipő, mert mondták, hogy az kell, balettcipő, és miből lesz nekem egy olyan átmeneti kabátom, amit, hogyha pulóvert veszek alá, akkor téli kabát, ha leveszem a pulóvert, hát akkor az egy tavasszal ősszel is el tudom hordani. Ez volt a gondom. Tehát magyarul, hogy a családunk, ami egy csonka család volt, édesanyám, nagyanyám, a bátyám, ezt hogy fogja kibírni, hogy én elkezdek itt Budapesten létezni. És ehhez hozzá kell tennem, hogy nem voltam 18 éves, mikor mindez megtörtént, hanem csak 2 hét múlva lettem volna 18, mert ez 16-án volt, és 23-án vagyok 18 éves, vagy lettem 18 éves, és aztán, tehát hogy is mondjam, úgy jött a színészet, úgy jött minden, hogy mint a gyorsvonat. Mint a gyorsvonat. És tettem, amit elvártak tőlem, jó, rosszul, tehetségtelenül vagy tehetségesen, de úgy csináltam. Ennyi. Tehát egy egyszerű sors ez, de ha azt akartad volna tőlem hallani, hogy ilyen mérhetetlen elhivatottság volt bennem már az óvodában, hát nem. Mi volt az első olyan szereped, amire emlékszel nagyon? Valamiért meghatározó volt esetleg az életedben? Hát gondolom a főiskola utáni időszakra gondolsz. Igen. De az első tulajdonképpen, amire nagyon szívesen emlékszem, és ahol nagyon sokat tanultam, én egy évig, ez egy nagyon furcsa dolog volt, vége lett a főiskolának, az ember akkor még szerződhetett több helyre. Ugye akkor még nem úgy volt, hogy a felsőoktatási intézmények munkanélküli diplomásokat termelnek, hanem volt lehetőség. És akkor Beke Sanyihoz szerződtem Kecskemétre. Azt se tudtam, merre van Kecskemét, gondoltam, lemegyek egyszer, lementem egy délután. Egy ilyen furcsa szituációba kerültem, aminek az lett a végeredmény, hogy én azt gondoltam magamban, hogy a Svajda Gyuri, aki éppen akkor szervezte a Szolnoki Színházat, hívott engem oda, és én úgy gondoltam, hogy ezen a Kecskeméten én nekem sok keresnivalom nincs, tehát én most akkor inkább átmegyek a Svajdához. Volt ez tavasszal, most az a lényeg a dolognak, hogy mire Szolnokra értem, addigra már nem a Svajda volt az igazgató, hanem Kerényi Imre. Ennek én nem tudom, hogy mennyire publikus, de a rövid történet az, de hát az az igazság, hogy szerintem ezek adják a sóját a dolognak. Egy bizonyos Shakespeare darabot beóhajtott mutatni, ugye ez a szocializmusban volt, 1979-ről beszélek, 78-ról, bocsánat. Shakespeare darabot beóhajtott mutatni a Svajda Gyuri Szolnokon, ez volt a Velencei Kalmár, ami akkoriban, tudjuk miért,
necces volt, és akkor ő közölte, ha nem engedik bemutatni, Acél György korszakáról van szó, akkor ő felmond. Bement a megyei kulturális testülethez, és ezt közölte. És akkor azt mondták neki, hogy igen, akkor adja ezt írásban. És még aznap elfogadták, úgyhogy édes jó Gyuri már nem is volt igazgató, és másnapra már a Kerényi Imre volt, úgyhogy így. Na most, drága Imre bácsit, kétszer is kikaptam az életemben, mert a Madách Színházban is kikaptam őt. Egy évig bírtam ezt a szolnoki létet, és aztán nagyon jó ajánlatra elszerződtem Szegedre. És ott következett ez a nagyon-nagyon jó időszak. Borzasztó, úgy képzeld el, hogy Gelman szovjet szerző Éjszakai utazás című darabjántól kezdve Lope de Vega az élet álomon keresztül a Charlie nényéig, ahol én voltam Charlie nénye, így ahogy volt, vagyok, igen, mindent játszottam. Mindent játszottam, és nagyszerű kollégák között, nem tudom kinek mit mond a Kovács János név, vagy a Barta Mária, vagy a Kátai Endre, vagy a Király. Király Levente talán mond valamit, mert ugye most jelölték őt a nemzet színészei közé, de aztán végül is édes jó Zente Feri kapta meg. De nagyszerű iskolám volt. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Ilyen volt ez a Gelman éjszakai utazás, ahol engem két ember pátyolgatott, az egyik a Barta Mari volt, a másik a Kovács Ancsi. És a fiatal, tapasztalatlan színészként, hát ezeket nagyon-nagyon-nagyon becsültem, és nagyon szerettem. Úgyhogy talán ez volt az első, amire azt mondom, hogy igen, tudtam hasznosítani, és van mire emlékezni belőle. Hogyan kezdtél el szinkronizálni? Hát úgy, hogy hívtak. Hát, de az úgy van, ez is azért mondom, hogy egy másik korszakról beszélünk, mint ami most van. Akkoriban ez kötelező volt szinkronizálni is. Tehát el kellett menni, kihívtak egy tekercsre, két tekercsre, három tekercsre, ami nagyon jó volt, mert kaptál annyi pénzt egy tekercsért, hogy az ebéded mellé még egy sört is ihattál. Tehát egy elég kispénzű főiskolásoknak ez nagyon jól esett, és sok mindent megtanultunk. Akkoriban volt erre türelem, volt erre idő, egészen más technikával készült a szinkron, mint manapság. De aztán elkerültem vidékre, és akkor visszakerültem, hát azért az ismerettségek megmaradtak, szinkronrendezők, gyártásvezetők, nem tudom én. És úgy tűnt, hogy viszonylag kapós hangom van, tehát elkezdtek hívogatni, és akkor egyszer csak ilyen lassan már, nem is tudom, már nagy öregek közé kezdek számítani. Első emlékezetes szinkron szereped? Fú, te annyi volt, mint a nyavaja. Első emléke, semmire nem emlékszem, de nem, én, amire szívesen emlékszem, és ami szintén nagyon nem csak szinkron szerepként, nem csak színészként, hanem filmként is nagyon-nagyon megérintett, az még most is a Misszió című film, ha valaki emlékszik rá, Robert De Niroval és Jeremy Irons-szal. Nem emlékszem, mert nem járunk moziba. Nagyon-nagyon jó a film. Nagyon-nagyon jó a film. És az nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott bennem a mai napig. Mindenféle szempontból. Emberileg, színészileg, mindenhogyan. Ennek is van 20 éve. Én soha nem szerettem filmet forgatni. Azért nem szerettem filmet forgatni, mert türelmetlen vagyok. És az a fajta elengedhetetlen kelléke a filmezésnek, hogy órákig kell várni egy snitre, azt én egyszerűen nem tűrtem jól soha. Soha nem tűrtem jól. De ez onnan kezdődött, hogy főiskolásként elmentünk valami, a jó Isten tudja már mibe forgatni vidékre, ahol oda vittek bennünket reggel 6-ra valahol a Pilisbe föl, beültünk egy kocsmába, smink, ruha, minden, fölöltöztünk szépen, azt mondták 8 órás dréfertig van, nagyon jó, remek, ott ültünk 8 óra, 9 óra, 10 óra, délután 17 óra, mondom, ott ültünk a kocsmában, akkor azt mondták, hogy akkor már a végeztetek, szevasztok. És én ezektől rosszul vagyok. Nem csináltunk semmit kvázi aznap. Tudod, de hát filmekben apró dolgokat csináltam én. Mi volt ez? Fekete gyémántok az osztályfőnökömmel, a Várkonyival. 8 évszak az ő fiával, a Várkonyi Gáborral. Ő is meghalt, Isten nyugtassa szegényt. TV-játék mi volt, a Kertész kutyáját forgattuk Almási Évával, szóval ilyeneket csináltam. TV-játék az más, azért az pörgősebb, az jobb.
de a filmforgatás az... olyan nagyon sokat nem. Villámválasz volt. Villámkérdés. Sebastian. Akarod hallani a történetet? Igen, szeretnénk. Nem, ez ugye ez a szinkronizálás, meg a magyar hangok is, az ember csinál játékfilmeket, meg csinál rajzfilmeket, és azt hiszem, hogy az első és a máig egyik legnagyobb élményem az bizony a kis hableány volt. Ez Sebastian a Ráka maga Oscar-díjas nótájával, nagyon jól megírt szövegével, szellemesen megcsinálva, kedves és szép film volt, és azt hiszem, hogy jól meg tudtam csinálni. Tehát ha ma meghallgatom a CD-jét, amin kiadták ezt a zenét, nem is vagyok olyan rossz rajta, tehát úgy, igen, úgyhogy meg plusz, hát tényleg a fiatalságomhoz kötődik, amikor még a taxis blokkád kezdődött, ez volt az az éjszak, amikor készült ez a szinkron, és hát szeretek rá emlékezni, ez így van. Úgyhogy meg kéne keresni a CD-t, és most le kéne játszani műsor közben, tudod. A Gladiátorban is ugye szinkronizáltál, és ehhez kapcsolódik is egy aranyos történet, ami nemrég történt veled. Segítek a gázóra. Nem radiátor, gázóra. Hát a radiátor az úgy készült, hogy hangcasting megy ki, és akkor azt mondják, hogy akkor én lettem ennek a... Russell Crowe. Köszönöm szépen. Na hát ez egy... Tehát én már nyugdíjas vagyok. Na mindegy. Szóval Russell Crowe, én lettem a hangja, és akkor csak oda kerültem. Már ment a mozikban a film, és mert utána a videón jelent meg ha igaz, akkor most meg fog jelenni bővített kiadásban DVD-n. Na mindegy. Ezt azért elmondom, aztán ha hallja olyan ember, aki megsértődik, hát sértődjön meg engem, ezek annyira nem zavarnak. Mert azt kell tudni, hogy most szinkron tömegtermelés van. Ez azt jelenti, hogy beszélülsz a stúdióba, odaállsz a mikrofon elé, kezedbe veszed a szöveget, látod az időkódot a filmen is, meg a szövegen is, azt mondják, hogy felvétel, elindul a tekás, még azt se tudod, hogy néger öreg asszony vagy 14 éves szűzlány, és azt mondják, hogy felvétel és felvétel. Ez eddig világos. Amikor a missziót csináltuk, akkor létezett olyan, ez egy nagy film volt, tényleg nagy film, nagy mozifilm, hogy színészvetítés. Ez azt jelentette, hogy megnéztük a filmet előtte szinkrontolmáccsal. Majd több mint egy hétig vettük föl, ugye azzal a technikával, de nem tudom én, az akkori Pannonia filmstúdióban. Most én megnéztem a Gladiátort videón, és kristálytisztán hallom, hogy én ezt a filmet nem láttam előtte moziban, meg sehol sem, és az első 20 tekercs után kezdek jó lenni. Tudnék, az első 20 tekercsben azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, hogy miről szól. Én ezt nagyon szégyellem a magam részéről is, mert valószínűleg nekem kellett volna határozottabbnak, vagy keményebbnek lennem ebben a dologban. Nem így történt, ettől aztán a felemásra sikeredett a dolog. Tényleg sajnálom. Sajnálom, de tanulságokat levonom magamnak. Az érdekes, a gázóra játék az pusztán annyi volt, hogy múlt pénteken gázóra csere a lakásomban, és akkor apró termetű gázóra szerelő bácsi szereli a gázórát, én fogom a csőfogót, és mert hogy segít, magasabb vagyok, mint ő, segítek neki, és akkor hátra szól a válla fölött, és azt mondja, hogy gladiátor, mondtam, nem radiátor, gázóra, de gladiátor, mondtam, na jó, akkor legyen, akkor gladiátor fogja a gázórát, tehát ennyi, és akkor nagyon boldog volt, hogy felismerte a hangomat. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Sokszor ismerik fel a hangodat? Tehát sokszor találkozol ilyen meglepő arcokkal? Sokszor. Anyósom Szegeden lakik egy lakótelepen, és akkor bemegy az ember a lakótelepi kisközértbe, és akkor azt mondja a kislány a pult mögül, hogy én a maga hangját már hallottam, mondja az enyémet, hol? Mondom, most. Azt mondja, ne, maga televízió, de én.
soha életem. Tehát tudom, hogy maga színész. Mondom, életemben soha. Miről beszél? Mondom, nyilván összekever valakivel. És az a kislány azóta ott áll, és nem ért, hogy miről van szó. Meg a Lódi Györgyel szoktak még összekeverni. Volt televíziós riporter és tudósító Miskolc, és ilyen mély hangú, ráadásul ő is így őszül, meg nem tudom, és akkor mondom, hogy igen, én vagyok a Lódi György, jó napot kívánok. Szóval ilyenket szoktam bohóckodni. Meg jaj, hát az nagyon aranyos, hát ezt el kell mondani, mert szexuális. Ez tényleg az. Ben voltam egy nagyon kedves öreg barátomnál egy kórházban, látogatóban, és akkor beszélgetünk, és közben a nővérke, kis csinos formás elől hátul, tesz vesz, ott igazgatja az ágyat, és az Istennek nem akar elmenni onnan, tudod? És az ember, hát tudod, intim dolgokról mégis fiatal nők előtt nem beszélünk, de nem akart elmenni. És akkor egyszer csak úgy elhallgattam, és úgy hosszan néztem rá, hát ha odébb megy két ágyal, és akkor rám nézett ilyen kis rebegő szemekkel, és beszéljen még, nekem olyan jó. És akkor az ember úgy van vele, hogy hát most mit csináljunk, juttassuk el egészen a csúcsra, vagy itt szakítsuk félbe a közösülést. Pardon. Szóval valami ilyesmik tudnak történni. Ezt majd kivágjuk, jól van. Star Trek Voyager-ben te voltál Chakotay, az Robert Beltran magyar hangja. Én voltam? Te voltál. Mert te nyilván jobban emlékszel, jó rendben van. Vissza is követeltek, nem tudom erre. Vissza! Mennyit tudsz erről? Mindent tudok róla. Tényleg? Persze. Hát a kapitalista szinkrongyártás egyik idiotizmusa zajlott le Star Trek környékén, ennyi az egész, tudod? A Viasat 3 úgy döntötte, hogy spórolni szeretne, mert még drága ez a szinkronizálás, és nem hozza be az árát, ezért aztán a sorozat kellős közepén úgy gondolták, hogy elviszik Erdélybe szinkronizáltatni. Egy dolgot azért azzal együtt, hogy és mindig összekeveredik a dolgokat, mert azt gondolják, hogy mi dehonestáljuk a határon túli kollégákat, vagy a nem tudom micsoda, nem erről van szó, hanem abszolút tudomásul kell venni, hogy ők egyrészt gyakorlatlanok, másrészt kapaszkodj meg, nem azon a nyelven beszélnek, mint mi itt Budapesten. Ez így van. Tehát aki kicsit ismeri, az tudja is, hogy ez igaz. Innentől kezdve a dolog fölborul. És akkor született valami rémálom. Tényleg valami rémálom, ennek az lett a következmény, akkor vissza kellett hozni, és azokat a részeket el kellett kezdeni előre, és megcsinálni tisztességesen. De hát ez tényleg annyira próbálok kíméletes lenni, ne bántsak. De tényleg az idiotizmus magas fokát tudjuk produkálni bizonyos dolgokban. Szóval a hülyeség, a fájna, bizonyos emberek ordítanának. Emlékszel bármire is ebben a szerepben? Nem emlékszem semmire. Nem emlékszem. Azt tudom, hogy én voltam a szeplős fejű. Mert három pötty volt a halántékán. Ott ütötte ki a napszegényt. Arra emlékszem. Ez egy tetoválás volt. Igen? Ez nem szeplő volt? Nem, az egy tetoválás volt. Hát mert indián volt a nyomorult. Persze. Csak ezt így nem szabad mondani, mert rasszizmus. Ugye? Úgyhogy nem egyébként. Az az igazság, hogy az ember csak azokat a dolgokat látja a filmből, amiket szinkronizál, mert ugye az összes film, az egész filmet nem tudjuk megnézni, nincs se idő, se mód, se semmi nincs rá. Tudod, mi maradt meg bennem nyomként? Azok a részek, amikor elkezdett a dolog picit emberibbé válni. Tehát a szereplők között elkezdtek emberi jellegű kapcsolatok létrejönni, nem tudom én is, és a műfajon belül hitelesebbé tette nekem a történetet. Tehát bennem ezek maradtak meg igazából. Azt mindig csodálva néztem, hogy tudnak még valamilyen szilikonfejű szörnyeteget behozni, és még mit fognak kitalálni, hogy hol lesz rajta dudor, meg nyúlvány, meg nem tudom, micsoda, az persze. És hogy hát mennek, de az Úristennek haza nem jutnak soha. Hát szóval ez körülbelül így. Aztán tényleg nem. Azt hiszem, ugye az ott a véget. Hazajutnak, csak te meghalsz. Igen? Igen. Szegény. Illetve aztán mégsem. De valami ott, igen, nagyon zűrzavaros volt a vége. De hát ne csodálkozz rajta, egyrészt két dolog miatt nem emlékszem. Egyrészt emiatt a baromság miatt, ami történt, mert közben azért jó sok időt telt el, ugye a szinkron kihagyás, amikor abba hagytuk,
fogalmam nincs hol, majd egyszer csak másfél év múlva folytatni kellett. Nem tudom, hogy micsoda. A Mafiánbe kezdtétek, és a Balogmix. És a Balogmix mixben fejeztük be. Egy, másrészt pedig mondja, állandóan a múltamat firtatod, én meg jóval kevesebbet foglalkozom a múltammal, mint te. Szeretek azzal foglalkozni, ami előttem van. Tényleg így van. Tehát ami mögöttem van, abból az ember levonja a következtetést, vagy leszűri, vagy azt gondolom, hogy egyébként is leülepszik mindaz, aminek érdemes ülepednie, jó-rossz egyaránt, és aztán lépjünk tovább. Aztán majd bekövetkezik, persze most, hogy én már nyugdíjas vagyok, tehát lassan majd eljön az az időszak, amikor hát tényleg a hátra lévő néhány napommal kell foglalkoznom, hogy próbáljam azt értelmesen eltölteni, még olvasgatok, meg sétálgatok a parkba, sakkozok, ilyesmi. De azért én még mindig firtatom egy kicsit a múltadat. Hát firtasd. De ez igazából nagyjából a jelen is, ugye most már több mint 10 éve. Nőügyekről akarsz beszélni, már érzem. Nem. Több mint 10 éve, hogy az HBO-nak, vagy a Station Voice-a. Azt tudjuk róla, tehát az kiderült, hogy nincs HBO, tehát... Voice-over. Tehát ha a rádió, akkor azt mondjuk, hogy Station Voice. Én nem tudok angolul, de nagyon okos tudok lenni, figyelj. A rádió, akkor azt mondjuk, hogy Station Voice. Yes? Oh yeah. Ha televízió csatorna, akkor azt mondjuk, hogy voiceover. Yeah. Fogalmam nincs mi a különbség, de ezt szokták mondani. Na mindegy, tényleg én vagyok, beesett ide a akkor még nem is tudom, mi volt, Kábelkom, vagy mi a túró volt, akkor még a nevük, még nem is HBO volt, Kábelkom, Kft., vagy valami ilyesmi. És akkor rám találtak, és akkor elkezdtünk bizonyos emberek révén együtt dolgozni, akik már rég nincsenek ott. Tehát én most, hogy azt hiszem, hogy lassan én is beleunok a dologba, mert legyünk egészen őszinték, tehát nem kell repesni mindig a boldogságtól, hogy az ember nagyokat nevesen. Jó. Tehát semmi, hát ennek egy része megélhetés, mert az embernek valamiből csak meg kell élnie. Ha egyszer majd őszintén beszélhetünk színházról, lefélemből, úgy körülbelül lehet tudni, hogy színházból az emberek többsége vegetálni vagy éhen halni tud. Most így 2004-2005 tájékán. De valamiből mindenki megpróbál megélni. Egyrészt ez megélhetés, másrészt pedig olyasmi munka volt ez, ami engem izgatott, hogy tudom-e én ezt jól csinálni. Aztán tudtam jól csinálni, érdekelt is, izgatott is, aztán múlik a lelkesedés. És akkor azt gondoljuk, hogy váltani kell, nyilván erről van szó. Tehát én most úgy érzem, hogy talán 2-3 évvel tovább csináltam, mint kellett volna. De több mindennel voltam így, tehát életemben. De ezt csak utólag tudja az ember, hogy ezt nem most kellett volna meglépni, hanem 2 évvel ezelőtt. De addig jó, tehát addig azért ez jó, meg izgalmas. Hogyan zajlik egy ilyen felvétel? Tehát eléd raknak egy papírt, hogy mit olvas fel, és akkor te... Tehát ezek az úgynevezett promók, ugye a filmbemutatók, akkor eléd raknak egy kötek papírt. Ezek többnyire 30 másodpercesek, vagy maximum egy perces kis promók, filmbejátszásokkal és ahhoz kapcsolódó narratív szöveggel, filmcímmel, dátummal, ennyi. És akkor kapsz egy köteget ebből, beülsz egy lyukba, egy ilyen WC méretűbe, és akkor megpróbáljuk jól megcsinálni, ami azért nagyon nehéz egyébként, én azt gondolom, mert az ideális az lenne, ha tehát az én, de ez csak az én agyamban él szerintem így, ez ilyen szinten nem is biztos, hogy érdekel bárkit is. Hogy ugye, minden filmnek létezik valamiféle összhangulata, atmoszférája, ami sugározható vagy közvetíthető abban a 30 másodpercben. Ez jelenti a képi világot, jelenti esetleg a zenei világát, jelenti a szöveg hangulatvilágát, vagy elhangzó szöveg hangulatvilágát. De többnyire az ember úgy mondja, hogy fogalmam sincs, milyen filmről van szó. És akkor előfordul, hogy az ember beleszalad abba, hogy olvasom, és mondom, gyerekek, biztos, hogy ez végjáték? Ja nem, ez egy horror. Ja. Hát szóval, és akkor, de hát ez egy ilyen munka, nincs mese. Reklámokat szoktál, vagy voltak ilyenek? Persze, de nem mondhatom, hogy melyikhez, mert ez már tudod. Ezt nem lehet, hanem hangozhat el a rádióban a termék neve. Termékcsaládot közelítsük meg. Igen. Igen. Kávé. 5000 forintért?
kávé. Mondok kávé neveket. Nem mondja kávé neveket. Mondja. Mondjuk egyes Csibó, kettes Dauegberc Omnia, hármas Karaván, négyes Edusó. Most csak a számot kell mondanod. Hármas? Jó, kész, kiesett, akkor most mehetünk tovább. Jó, nem, négyes Edusó. Edusó, ha szabad ilyenek, de ha nem szabad, akkor majd kivágjátok. Tehát ilyeneket, tudod, meg a legfajább WC-pucoló a Bref. Mondom, ilyeneket szoktam, persze. Vagy tegnap mit is mondtam. Jó, hát meg a hátatok kedvence, meg a gyerekeim kedvence, azt mondták, hogy ilyen marhaságot még életükben nem. Ez a... Tehát milyen jó, múlt héten csináltam. Már elfelejtettem, hogy miről van szó. Mi is az a macis keksz? Pomber. Igen. Na. Most már van pomber, sajtos is táncolnak a krumpli macik, ugrálnak finom sajtban lelkesen. Na így. Na milyen? Marha jó, mi? Én beszokok pisilni a hülyeségtől, komolyan mondom. Ezeket nagyon élvezem. Az imént már említetted, hogy nyugdíjas vagy. Igen, én már nyugdíjas vagy. Mit mondasz, kedveszkém? Hogyan is mi? Nem tudom, prostata műtét előtt állok, mint ahogy mindannyian az előtt állunk. Szerencsésebbek már túl vannak rajta. Tehát hogy is működik ez pontosan? Mert is vagy te ilyen fiatalon már nyugdíjas? Egyáltalán nem vagyok fiatal, mert mint mondottam volt, 1956-ban születtem, ez a múlt század, csak mondanám, hogy a 21. században vagyunk, és én még a 20. század gyermeke vagyok. Mi is? Rajtatok nem látszik. Na mindegy, és azért van ez, mert a színészeknek jár az úgynevezett szakmai nyugdíj. Felvétel van. Lett volna, de hát mindegy. Nem járt itt a Csaba? Nem járt. Hála Istennek van egy olyan kiváltsága, nevezzük kiváltságnak. Bár azért létjogosultsága van, mert ezen a pályán nagyon el lehet használódni. Pláne, ha az ember megpróbálja rendesen csinálni. Táncosoknak, zenészeknek, színészeknek jár 25 év színházi munka után úgynevezett szakmai nyugdíj. És akkor én ezt a 25 esztendőt elértem tavaly előtt, és akkor én most valamire nyugdíjas vagyok. Élvezed a nyugdíjas éveket? Abszolút. Tehát az történt, hogy az ember elmegy nyugdíjba, és onnantól kezdve hajszál pontosan ugyanazt csinálja, mint előtte. Dolgozik éjjel-nappal, reggeltől estig. Csak másképp számolunk el, erről szól a dolog. Mit csinálsz a szabadidődben? De én, mint család ellátó, nyugdíjas, háztartásbeli, tehát innen például a piacra megyek levásárolni, azt hazaviszem, onnan elmegyek dolgozni, édes kis pici lánya, most éppen egy kicsit beteg, tehát egy picit megmérem a lázát, beadom neki a gyógyszereket, ordítozok vele, egy kicsit csapkodunk, jól megsértődünk, és akkor elmegyek dolgozni, és akkor este megint ilyen kis otthoni mókabóka, de ha van egy kicsi szabadidőm, akkor tele vagyok barkács tervekkel, tehát én ilyeneket szeretek bútorokat gyártani, ha tehetem, meg szeretek festegetni. Zenét hallgatni, azt igazából pihenésképpen szeretek. Milyen zenéket szeretsz? Az is kicsit, hogy Limp Bizkitet például nem. Azt komolyan nem, de nagyon szívesen meghallgatom. Van egy, ez is olyan, tehát van visszatérő film az életemben, amire rágondolok, és tudom, hogy mire használom a magam épülésében, vagy lelkében, vagy agyában. Ez a misszió az egyik. És tudom, hogy a Mozart Requiemjét mire használom, ha meghallgatom. De ez nem azt jelenti, hogy én csak Mozart Requiemet. Most elmondom, hogy mi van az autómba betöltve CD-ben. Benne van Tina Turner, Rod Stewart és Leonard Cohen. Ez három darab dupla CD. Ezek most oda be vannak töltve, és ezek szólnak az autómba. Én azt hiszem, hogy az új zenék közül nagyon keveset tudok sokáig hallgatni. Megunom őket. Tényleg megunom. A régieket szeretem. Beatles tudok hallgatni most is. Ez biztosan nosztalgia, tehát ezen mit tudom én. Itt tegnap valami, mert most jön valami ilyen Time Life Music CD, 60-as évek klasszikusai, Animals, meg a nem tudom micsoda, Meatloaf már akkor is, tudod. Valami jók. Annyira jók, hogy nagyon, de hát
De a mai rock vagy pop zenében jók, vannak pedig jók, csak azokat nem játsszák a rádiók. Vagy meg kell keresnem azt a rádióadót, ahol számomra érdekes zenék szólnak, ilyen mondjuk, amit ne reklámozzunk, extrém rádión tudok néha jó zenéket hallani. Magát a rádiót nem kedvelem, de zenék néha jók. Tehát a többségtől ugyanazt játsza. Tök mindegy, hogy hova kapcsolod, hogy Juventus, vagy Rádió 1, vagy Danubius, ugyanaz az ótvar, dögunalmas sláger zene szól mindenhol. És azt mondja, hogy a legújabb slágereket játszok, és én 2 éve hallom a legújabb slágert. Szóval ennyi, ennyi. Úgyhogy inkább az ember egy kicsit a filmzenéket szeretek hallgatni. Mi ez? Keresztapa. Ez a keresztapa zenéje. Csak mondom, hogy ezt például Nino Rota nagyon bírom hallgatni. 5 éve próbálok egy Best of Nino Rotát keresni, valahol nem találok. Komolyan nem. Pedig már internetről próbálok leszedni mindenféléket. Egyet találtam, Amerikából megrendelhető, ha van bankkártyád, és azzal fizeted. Azt még nem akarom, úgyhogy most ha külföldön járok, turkálok mindenhol, legutóbb Londonban turkáltam egy jót, ott se találtam. Ott rácuppantam egy, te isteni volt, képzeld el, hogy 4 CD Nino Rota. Így, így ráugrottam mi az Isten, ott a Piccadillyn, és akkor az ember, vittem a pénztárhoz, mondtam, hogy ilyet, hát ki nem adom a kezembe, ne vicce, itt a nagy érték, és ránézek, és akkor kiderült, tudod, hogy ilyen, hát se Nino Rota zenék, csak ez a, hogy hívják ezt, amikor valaki másodtan lezongorázza őket. Tehát nem az eredeti. Tehát nem az eredeti soundtrack, hanem a vagy feldolgozás. Vissza, kész, hát nem kell, hát ez úgy nem jó. De volt még egy nagyon jó pofa volt. Van egy Rodriguez nevű zeneszerző, és neki van egy koncertója, úgy hívják, hogy Aranjuezi koncertó. Ha hallanád, biztos ismernéd. És én ezt nagyon szerettem, és mondom, ezt meg akarom valahol találni CD-n. Össze-vissza Magyarországon mindenfelé. Azt kerestem, sehol nem lehetett. És kim voltam Montrealban, és ott sétálgattunk ott a belvárosban. És épp pont a vendéglátóimmal arról beszélgettünk, hogy láttam messziről, hogy van egy ilyen marha nagy ilyen store, és tele van rakva CD-vel, és mondom, hogy nem hiszed el, hogy én évek óta keresem az Aranjuezi koncertot, és sehol ez így történt. És képzeld el, hogy kim volt ugye 2 nagy kosár a bolt bejárat előtt, itt egy kosár, ott egy kosár, és ahogy így mondom, ránézek a kosárra, és a kosár tetején ott van. És fantasztikus volt, nagyon. És akkor mindjárt meg is vettük, és el is lopták azóta tőlem. Jaj. Jó lemezek. Mi volt ez? Deep Purple, Fireball, kire nem emlékszel, Deep Purple, ez mindig igen. Megvan neked, bár igen. Az MDK-ban vásároltam meg a Fireball című nagy lemezüket. Trabant hátsó ablakába jött haza, és akkor hazajött, akkor ilyen volt a lemez. Hát megsütötte a nap, és a bakelit lemez így csinált. De lejátszható volt, csak így járt a tűrön, de tudod, egészen hihetetlen volt. Rohadt életben. Hát ilyenek volt. Gyerekek, lejár a parkon, és még el kéne szívni egy cigit is. Akkor igen, elköszönöm most. Csaba nincs itt, nem volt erre. Akkor elköszönöm. Köszönjünk el. Sok szeretettel elköszönünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm szépen, hogy locsoghattam, fecsekedtem. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.